Már 300 településen nyújtunk kikapcsolódást családoknak és üzleti partnereknek egyaránt. Jelen vagyunk otthonában, és már otthonán kívül is. A 100%-ban magyar családi vállalkozásunk több mint negyed évszázada ügyfeleink bizalmából építkezik, hazai értékek mentén. Televízió, internet, telefon. Egyedi távközlési megoldások. TAR. 6-ossal Kornya Kornél, 7-essel Károly Bálint, 8-ossal Frank Rihán, 9-essel Kollár Krisztián, 12-essel Kornya Dávid, 13-ossal Varga Tamás, 19-essel Turi Tamás, 25-essel Sólyom Csaba, 55-essel Felai József, 77-essel Bata Kristóf, cserejátékosok. 10-essel Takács Ákos, 11-essel Lőrinc Bence, 22-essel Nagy Zsombor, 42-essel Gábor Péter, 44-essel Szabó Rihály, 45-essel Bodor Márko, 69-essel Veda Tamás. Az együttes vezetőedzője Márton Gábor. És akkor a hazai együttes összeállítása a következő. 3-ossal Károly Gustavo, 6-ossal Kozics Barnabás, 7-essel Rácz Ferdinánd, 9-essel Teres Péter, 12-essel Havasi Dániel, 14-essel Lékó Roland, 19-essel Horváth Gábor, 20-essel Arena Ármin, 27-essel a kapuban Pokorni Péter, 28-essel Preminger Patrik, 81-essel Puskás Gábor, cserejátékosok. 4-essel Kók László, 5-essel Nagyváradi Olivér, 8-essel Kanduk József, 16-essel Hegedűs Márk, 18-essel Márton Erik, 23-essel Dajos Máté, 78-essel Borvát Bárin. Spöccer mérkőzést, való játékot, hajrá Szexárd! Tisztelt szurkolók, vezetők, játékosok! A rendezők nevében tisztelettel kérem Önöket, hogy a mérkőzés előtt, közben és utána tartózkodjanak a rasszista megnyilvánulásoktól, sportszerűen szurkoljanak, illetve játszanak. Megszerzi a vezetést, bőszerző a 12-es számú Havasi Dániel!
átadta a vezetést. Gyorsan volt kaptunk, úgyhogy egy picit rosszul indult számunkra a mérkőzés, nagyon rosszul mentünk bele, de utána talpra állt a csapat. Azt kell, hogy mondjam, hogy egész jó meccs lett volna, nem rontották volna el, úgyhogy én a Szexárnak is szeretnék gratulálni, mert jól játszottak, sőt, reálisan nézve jobban játszottak, mint mi. Az én csapatomat azért érdemli meg a dicséretet, mert most egy olyan mérkőzést nyertünk meg, ahol igazából nem futballoztunk jól, viszont nagyon egységesen is harcoltak, kibrusztolták a győzelmet. Erre a csapatra sajnos ez eddig nem volt jellemző, és ez egy, nálam legalábbis ez egy pozitív előrelépés, úgyhogy én gratulálok mind a két csapatnak, és az enyémnek nyilván a győzelemhez, az ellenfélnek a játékhoz, mert mai nap jobban játszottak, mint mi. Jövő héten hová mennek és mit vár? Jön hozzánk a Budafok, úgyhogy egy újabb nehéz mérkőzés vár ránk. Nyilván a játékunknak nagyon fel kell javulnia ahhoz, hogy ott reális eséllyel pontokat vagy pontot szerezzünk. Szeretnénk nyilvánvaló otthon kiszolgálni a közönséget és otthon tartani 3 pontot. Most elmennek a gyerekek egy húsvétre, és remélem, hogy feltöltődve jönnek vissza, és új út erővel tudunk neki menni a Budafoknak. Az egyik legjobb mérkőzésünk volt az elmúlt 6-8 évben, mióta én vezetem a csapatot. Nagyon, nagyon összeszedett volt a csapat, nagyon tervszerűen játszott, meg voltak azok a labdaszerzések, amiket megterveztünk, meg voltak azok a megindulások, amiket gyakoroltunk a héten. Azt gondolom, megfelelő számú helyzetet alakítottunk ki. Én szerintem a Pokorni Péternek, a kapusunknak a 2 gólon kívül nem kellett hozzáérni a labdához. Ez mindenképpen a csapatnak az erőssége. Sajnálom, hogy nem tudtuk értékesíteni a helyzetet, illetve sajnálom, hogy a második gól előtt a szögletbe így belealudtunk. Jövő héten megyünk Dabasra. Én úgy látom, hogy fejlődik a csapat játéka, tehát
összeszedettebb a támadójátékunk, mint egy pár héttel ezelőtt. A játékosok megcsinálják azokat a labda nélküli mozgásokat, és jó minőségben, jó tempóban csinálják meg, amiből lehet támadást építeni. Nem gondolom, hogy most esetleges lenne a játékunk. Ha a helyzetet alakítunk ki, vagy nem alakítunk ki, az csak a saját megoldásainkon múlik. 4-4 ellen, 3-3 ellen vittük az első fődőbe a labdát, amiben nem voltak megfelelő minőségűek az utolsó passzok. De ez nem az ellenfél nyomása miatt volt, hanem saját magunk miatt volt. Ebbe javulnunk kell, tehát ezekbe a támadóharmadba, az utolsó kulcspasszokra, az ígyszerlabdákra, azokra sokkal jobban rá kell koncentrálni, sokkal nagyobb minőségbe kell végrehajtanunk, és akkor én meggyőződésem, hogy nyerni tudunk.